őszi nemzetközi irodalmi fesztivál harmadik napja, itt az E38 hajón. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket és a kedves szerzőinket, illetve moderátorainkat. Ugye két nap már eltelt ebből a fesztiválból, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól, nagyon sok minden történt, itt a színpadon is, meg a színpadon kívül is, és azt gondoltam, hogy ahogy megpróbálok megosztani ebből valamit, mindenkinek valószínűleg nagyon sok saját élménye lett, és én két dolgot terveztem itt a színpadon elmesélni. Mind a kettő a Facebookhoz kapcsolódik, mert mit csinál az ember, amikor fesztivált szervez, fel kell reggel, és megnézi, hogy mi van a fesztiválon a Facebookon. Hát ez történt, és azt láttam, hogy mindenki, aki itt volt, és számítógép közelbe került, a fesztiválról beszél. Az egyik nagyon kellemes meglepetés az az volt, hogy Szemere is Samu, aki a Kortárs Építészeti Központ képviseletében a városi sétánkat vezette pénteken, ő Young Lian-tól idézett, és az van a falán, hogy az otthon ott van, ahol érzed az igazán nagy gondokat. És az angolul persze sokkal jobban hangzik. Home is where I can feel real trouble. És aztán erre mentek a lájkok az ő honlapján. A másik pedig, amit nem tudunk, vagy nem tudhattunk, hogy Nagy Ildikó Noémi tegnap elmesélte, hogy amikor pici lány volt, akkor ő kapott Kenyedi Sándortól egy dedikált gyerekkönyvet, és ezt ugye el is hozta megmutatni. És aztán az történt, hogy itt volt az ugyanilyen annyi idős pici húga Nagy Ildikó Noéminek, mint amennyi ő volt, amikor kapta ezt a könyvet, és Kenyedi Sándor dedikált neki egy könyvet ugyanazzal az ajánlással, mint amivel korábban Nagy Ildikó Noéminek, úgyhogy így tovább adódnak ezek az élmények, és reméljük, hogy majd ő is egyszer itt lesz ezen a színpadon, és elmeséli, hogy hogyan kapott dedikált könyvet Kenyedi Sándortól. Ezt a két dolgot akartam mondani. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vannak, itt vagytok, és ilyen sokan. Nagyon szép estét, és nagyon jó szórakozást kívánok, és akkor átadom a terepet az első fellépőknek. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Továbbra is Keresztúri Tibor vagyok, a Litera főszerkesztő, és mai vendégeim Erdős Virág és Táncosú. Harmadik napja kísérlünk meg közelíteni a haza, az otthon fogalmaihoz, és azt gondolom, hogy a kérdéseink és a közelítéseink szaporodnak, nem a válaszaink szaporodnak, és én ezt nagyon, nagyon jónak tartom, hogy így van. Ugye ezeket a kérdéseket, ezeket nem is lehet végérvényes jelentésekkel lezárni, hogy hol vagyunk otthon, kik vagyunk, hova tartozunk. Ezekről viszont szükséges és fölötté fontos, hogy párbeszédet folytassunk. Főképpen egy olyan országban, ahol ezekre jelenlegi periódusban könnyű és gyors válaszok születnek. Lesz erről még szó. Én most azt kérem, hogy a szokásos koreográfia szerint a két vendégem olvassa föl az alkalomra írt szövegét. Először Erdősre. Nincs kész a fordítás, úgyhogy akkor addig beszélgettünk. Én a minden alkalommal van, akkor hát az. Én két hosszabb szöveget fogok felolvasni a négyből, amiről szó volt. Az egyiknek az a cím, hogy én vétkem. Hagytam, hogy kapásból hülyére vegyétek, hagytam, hogy tetleg is helyére tegyétek, hagytam, hogy ne legyen mázli a juss se, hagytam, hogy ne érje el még a busz se, hagytam, hogy pokollá tegyék az életét, hagytam, hogy röhögve kérjék a bérletét, hagytam, hogy bagóért szopja a rezet, hagytam, hogy ne fogjatok vele kezet, hagytam, hogy piti kis vétkekért szivassák, hagytam, hogy ne derüljön ki az igazság, hagytam, hogy beszálljon apuka cége,
hagytam, hogy ok nélkül rakják a C-be, hagytam, hogy vergődés legyen a suli, hagytam, hogy kibukni legyen a buli, felvesztve fusson a kultúra házából, hagytam, hogy kitessékeljék a plázából, hagytam, hogy rájön, ne nagyon szarozzon, hagytam, hogy félpénzét feketén falazzon, hagytam, hogy fogdossák buzgón a fenekét, hagytam, hogy sokalják sokan a gyerekét, hagytam, hogy toljon a fészküket rakókra, hagytam, hogy fújjon a többségi tahókra, hagytam, hogy Budáig fusson egy kérvénnyel, hagytam, hogy gazdagabb legyen egy élménnyel, hagytam, hogy ne legyen gyógyír a bajára, hagytam, hogy ne jusson gázra, se kajára, hagytam, hogy ne teremjen a föld eleget, hagytam, hogy lopnia kelljen a meleget, hagytam, hogy ne legyen kéznél a zsepie, mikor a kisboltban tör rá a depie, hagytam, hogy kihújjon végleg a rostán, amikor sikoltozni kezd a postán, hagytam, hogy kibukjon, hagytam, hogy elázzon, hagytam, hogy retardált náciktól parázzon, hagytam, hogy hiába legyen a pánik, hagytam, hogy ne felejtődjön el máig, hagytam, hogy köpködve szidják az urát is, hagytam, hogy lemossa csendben a csulát is, hagytam, hogy szorongjon nappal és éjjel, hagytam, hogy emiatt menjenek széjjel, hagytam, hogy hibát a hibára halmozzon, hagytam, hogy üljön a seggén és malmozzon, hagytam, hogy bőrleszké legyen a bánat, hagytam, hogy bringával hajtson a fának, hagytam, hogy ne játszon érdemi szerepet, hagytam, hogy ne legyen bennetek szeretet, hagytam, hogy krumpliban mérjék a segélyét, hagytam, hogy félváról vegyék a fekéjét, hagytam, hogy ne legyen alkó a kaszásnál, hagytam, hogy ne legyen jobb hec a baszásnál, hagytam, hogy jöjjön az utolsó ítélet, hagytam, hogy röhelybe fújjon a hitélet, hagytam, hogy ne vágyjon más hókusz-pókusz, reggel egy felesre, este a fókuszra, hagytam, hogy ne legyen dolga, se tévéje, hagytam, hogy romokban álljon a tévéje, hagytam, hogy horrorrá legyen a valóság, hagytam, hogy ne legyen számára tanulság, hagytam, hogy diadalt üljön az enyészet, hagytam, hogy hagyja a francba az egészet, hagytam, hogy ne tudja, ne lássa, ne értse, hagytam, hogy ne fogja fel még a felét se, hagytam, hogy ő legyen most is a lúzer, aki a legesleges elsők közt húz el, hagytam, hogy nyűg legyen kint is és idegen, s épp olyan hazátlan jött-ment, mint ideben, hagytam, hogy hadd higgye, ami volt köddé lett, bárhogy is kezdődött annó a történet, én viszont ott voltam, van róla papírom, fura, de van ez a heppem, hogy megírom, ott álltam, pénztárca, mobil a zsebbe, bedugtam tövig az ujjam a sebbe, láthattam, láttam is mindent, és mégis, hagytam, hogy hagyjátok, hadd hagyjam én is, én vétkem, én igen nagy. Hagytam, hogy így legyen, de te ne hagyd. Még egy ügy. Na most akkor mondjátok meg nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma, holnap, és ki legyen, ki legeljen penneágyom rozmaringos melfilét, ki pecázza kukából a halolajos kifliét, kinek legyen friss levegőn tartózkodni ideje, kinek teljen karcinogén cuccokkal a tüdeje, ki rágja a kafé, pikár, mászkapón és pitéjét, ki mossa a Szent Iványi nagyságos ég bidéjét, kinek kelljen éjjel-nappal folyton folyvást igyekezni, kit lehessen kapásból és szemtől szembe letegezni, ki ne jusson 5-ről 6-ra, kinek jussa futópadra, pulára, meg balira, kit vegyenek palira, kinek legyen hobbija a népi magyar hagyomány, kinek jusson másfél bála angol pólya adomány, kinek bocskor rámás csizma cifra mente kacagány, kinek jusson mér is jutna, szar se jusson ha cigány, na most akkor mondjátok meg nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma, holnap, és ki legyen, ki rakja ki karrarai márvánnyal a klotyóját, kinek pakoltassák ki a pénztárnál a motyóját, ki zúzzon ki Rómába, hogy láthassa a piétát, ki nyomassa ezerrel a déli gyümölcs diétát, ki merengjen el egy régi feudális szokáson, ki térjenek állítól a kisebb bolti lopáson, kinek legyen ad abszurdum reklamálni mersze, ki merjen a jogaiért kiállni na persze,
persze, kinek legyen dilia a kuszkusz, meg a falafel, kipróbálja nem feladni, végül mégis adja fel. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok mi legyen, ki ne legyen mi közülünk, ma holnap és ki legyen, kiköltözöm proliszaktól fuldokolva Budára, kiköltse egy komplett pesti panelárát Dudára, kiápolja klinikán az egészséges körmét, kiválaszza a rövid utat, ki pedig a görbét, kilásson a Hunvestravel irodába a világot, kiálmodjon zöld, fűközé piros-fehér virágot, kiültesse minden kerti törpe mellé tuját is, kiadja az ártatlan, de hogyha kell a buját is, kirendeljen ülőbútort magának a neten, kik lakjanak egyetlen egy félszobába heten. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok mi legyen, ki ne legyen mi közülünk, ma holnap és ki legyen, kiutazzon még a világ végére is kocsival, ki tudjon le minden bajt egy odavetett bocsival, kivegye a nyakába egy papucsér a plázát, kinek figyel a banka vakolatlan házát, kinek legyen párnája a húgyos sáros aszfalt, kifoglaljon négy személyre ablak mellé asztalt, kinek legyen jelszava a részvét és a szeretet, kinek kelljen beszerezni tüdőszűrőleletet, kikerüljön a révületbe Csaba testvér szent szavától, kikeljen ki magából egy utastársa test szagától. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok mi legyen, ki ne legyen mi közülünk, ma holnap és ki legyen, ki átálljon házastársi javallatra botoxra, kit vigyenek akarata ellenére detoxra, kinek kelljen másnap délig étlen szomjon kibírni, kit lenne szép most azonnal puszta kézzel kinyírni, kinek hozzon télapocska, sárka részleteli zsákot, ki hordja ki lábon, hol a tüdőgyuszit, hol a rákot, kinek legyen igénye a könyvre, meg a mozira, kipróbáljon belógni egy kulturáltabb slozira, kinek kelljen nap, mint nap a vágóhídig viccelni, kinek legyen láthatólag kedve most is viccelni. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok mi legyen, ki ne legyen mi közülünk, ma holnap és ki legyen, kinek legyen ébre szóló szekrénye a gelásban, kialudjon álmában, egy jó kis fűtött garázsban, ki nevezze kommunista fertőnek a dagát, kinek sértsen már a puszta létezése szabályt, ki akarja hóban, fagyban kivárni a sorát, kinek kelljen teleszállja dicsérni a borát, ki húrcolja fel alá az interspáros batyuját, ki átkozza el a saját, sose látott anyuját, ki feküdjön hol itt, hol ott, mint a kilőtt állat, ki rándítson halattában, szemlesítve vállat. Na most akkor mondjátok, mi nagy okosok mi legyen, ki ne legyen mi közülünk, ma holnap és ki legyen, ki csinálja új kecóját rendire és takarosra, ki próbáljon mindenáron bejutni a fapadosra, ki locsoljon francia bajér konyakot a kivire, ki gondoljon tehetetlen haraggal a gyivire, ki tegye le egyik percről másikra a piát, ki próbálja kivenni a lelencből a fiát, ki lomizzon kis biciklit, dínókat, meg törpöket, ki ugassa le az undok, játszótéri kölköket, ki lássa a sajátját a másolében csicsikálni, ki próbálja magát minden karácsonykor kicsinálni. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok mi legyen, ki ne legyen mi közülünk, ma holnap és ki legyen, kinek legyen tiszta sor, hogy haladás vagy haza, kinek legyen úgy, hogy többé nem mehessen haza, kit várjon a boldogság kék tengerén egy bárka, kit viszont a Vácrátóti köztemető árka, kinek jusson éppen elég hely az Isten tenyerén, Budafokon, Budaligeten és Mátra terenyén, Békésbe és Hevesbe, és kimenjen a Levesbe. Szépen, tisztán hallható, hogy egy új szempont és új hang költözött ide a konferenciánkra, a fesztiválokra, és megkérem Dant, hogy ő is olvas. Thank you. Good evening. I will read you a poem that I wrote in Solitude Stuttgart and then in Berlin, and I finished it in Bucharest. I read it first in English and then in Romanian for the sound, and maybe there are people here who understand Romanian. I want to dedicate this reading to my grandfather, who was buried today, and this is more like a formal gesture because I didn't know him very well, but he was actually a gypsy Hungarian who settled in Moldavia. Okay. Pavor nocturn. Forgive my pronunciation.
if it doesn't cure you completely, it doesn't cure you at all. I pedal my bike between trees. I brutalize myself to keep the joy hormone afloat. I could just go through them directly in my futureless movements. I knew that I am somewhere on the map above all the places, and when you remained that morning with me, I felt it almost physically. We were lying on two separate beds in the cold hotel room, and we were in the last room of the world. Behind our heads, behind the wall, there was nothing, cold and unclear. Under the blanket, the toes of our stretched out legs, and further all the days that came and went away, with all their light floating above. Everywhere I go only straight ahead like a shark. In dreams, you're never confused. Here, every moment is the beginning of winter and it gets dark and cold, but from time to time, the light of another sun deviates and passes over my bicycle. I don't go out anymore and I don't pedal anymore, but I will go out just once and I will pedal through all those illuminated walls which immediately disappear. In a faraway galaxy, millions of years ago, there were summer days when, at their warning, on the way home, we could have remained a young family forever, with sea salt on our skin, the future still intact, and the atoms nuclei in their initial breed. A short rain would have melted over the flames, arching over the highway without touching it. But those summers are over now. It would be nothing but a furious detour without impact through shadows. This shaky world is steadied by a Bramula and syringes, many syringes to steady it, in an infected hall in a dirty room. When his time came, he forgot me on the spot, but his face continues to grow over mine. When her time comes, she too will forget me on the spot. The bacteria will eat her features, but the model will continue its course, and the little lethal gene will slip further intact like a little blessed boat. When I enter the forest, I will take my t-shirt off and hang it on the bicycle. I'll go under the stripes of sun between the trees, and in the evening I'll watch the day collapsing in the mirror. Summer will also end and the sun will become weaker and weaker until it will completely vanish from my skin. One morning we ate together behind the window pane, from where we watched the snow melting around the awaiting feet. Because a part of what we did was while we were still living, it sparkled a bit. During the winter, the earth reached the limits of the system and left. I felt distinctly when it left. The moon shook and muddied as though injected with a contrasting substance, but far less dramatically, almost not at all, like everything that had been and had passed. When you walked in the door at night, you found nothing left of me on the couch in front of the television. Just like then and other times, nobody ever walked in the door. We could have walked through each other in our futureless movements. The hours are now shorter and shorter, and the summers shorter than the hours. Every year you pass another sun. You don't feel its warmth, you only feel the chill of its setting. The light comes and goes without bringing, without taking or leaving a trace. Someone from the past to whom you were tied by magic, who knew how to enchant everything around you. After you broke off the ties, she no longer knows how to do it, having left the enchantment to you alone in the past. His face and her face blend continuously over mine. I feel sick. I run around the lake. I brutalize myself to keep the joy hormone afloat.
Along the other banks, there are the new apartment blocks, the new mediums of culture for the growth and desolation of the new families. There is where you can find the most beautiful past and the first radioactive summers. Now it's another sun with another light that warms the same way, the same function, another source. You understand this fully when you get a seat near the wing. The clouds stretch beyond the protective window like a field of snow, of which you see just a strip as much as the wing will allow. There weren't any footprints in the snow before, and there aren't any now either. If you open the emergency exit, you freeze like before, but you no longer see it because there are no more emergencies. All the way down near the forest, under the layer of light of the days that have passed, a summer rain crosses over the highway and disappears. And after it disappears, it shines a little longer and disappears. The Romanian version. Dacă nu te vindecă de tot, nu te vindecă deloc. Pedalez printre copaci, mă brutalizez să țin hormonul fericirii la suprafață. Aș putea trece direct prin ei în mișcările mele fără viitor. Știam că sunt undeva pe hartă deasupra tuturor locurilor și când ai rămas dimineață la mine, am simțit-o aproape fizic. Eram întinși pe două paturi în camera rece de hotel și eram în ultima cameră a lumii. În spatele capului, după perete, nu mai era nimic, rece și neclar. Sub pătură, degetele noastre de la picioare întinse și mai departe zilele venite și duse, cu toată lumina lor plutind pe deasupra. Oriunde merg, merg numai înainte ca un rechin. În vise nu ești niciodată confuz. Aici începe tot timpul iarna și se face într-una întuneric și frig, dar din când în când lumina altui soare ajunge deviată și trece și peste bicicleta mea. Nu mai ies din casă și nu mai pedalez, dar o să ies o singură dată și o să și pedalez prin toți acei pereți luminați care dispar imediat. Într-o galaxie îndepărtată cu milioane de ani în urmă au fost zile de vară când, spre sfârșitul lor, la întoarcerea acasă, am fi putut să rămânem o familie tânără, cu sare de mare pe piele, viitorul intact și nucleele atomilor în specia lor inițială. O ploaie scurtă s-ar fi topit deasupra flăcărilor, arcuindu-se peste autostradă fără să o atingă. Dar verile acelea s-au terminat. Acum n-ar fi decât un ocol furios, fără impact, printre umbre. Lumea asta care se zgâlție se ține bine într-o branulă și seringi, multe seringi, să fixeze. Pe un hol infectat, într-o săliță murdară. Când s-a terminat pentru el, m-a uitat pe loc, dar fața lui continuă să crească peste a mea. Când o să se termine și cu ea, o să mă uite pe loc. Bacteriile o să-i mănânce trăsăturile, dar modelul o să-și continue programul. Și micuța genă letală o să alunece mai departe, intactă, ca o bărcuță binecuvântată. Când o să intru în pădure, o să-mi scot tricoul și o să-l agăs de bicicletă. O să trec pe sub fâșiile de soare dintre copaci. Seara o să privesc în oglindă cum s-a prăbușit ziua. O să se termine și vara și soarele o să fie din ce în ce mai slab, până când o să-mi dispară de tot de pe piele. Într-o dimineață am mâncat împreună într-o vitrină, de unde priveam zăpada topindu-se în jurul picioarelor care așteptau. Pentru că o parte din ce făceam era în timpul vieții strălucea un pic. În iarnă, pământul a ajuns la marginea sistemului și a ieșit. Am simțit clar când s-a dus. Luna s-a clătinat și s-a tulburat, ca injectată cu o substanță de contrast. Dar mult mai puțin dramatic, aproape deloc, ca tot ce a fost și a trecut. Când intrai seara pe ușă, nu mai găseai nimic din mine pe canapea în fața televizorului, așa cum atunci, ca și altă dată, nimeni nu intrase pe ușă. Am fi putut trece unul prin altul în mișcările noastre fără viitor. Orele sunt acum din ce în ce mai scurte, iar verile sunt mai scurte decât orele. În fiecare an treci pe lângă alt soare. Nu-i simți căldura, simți doar înghețul când dispare. Lumina vine și pleacă fără să aducă, să ducă sau să lase vreo urmă. Cineva din trecut, de care erai legat prin magie, știa să facă mult farmec în jur.
După ce ai rupt legăturile, nu mai știe și farmecul ți-a rămas ție tot în trecut. Fața lui și a ei se amestecă pe mine într-una, mi-e rău. Alerg pe lângă lac, mă brutalizez să țin hormonul fericirii la suprafață. Pe malul celălalt sunt noile blocuri, noile medii de cultură pentru creșterea și dezolarea noilor familii tinere. Acolo e trecutul cel mai frumos și primele veri radioactivele. E alt soare acum, cu altă lumină, care încălzește la fel, aceleași funcții, altă sursă. Cel mai bine înțelege asta când se dă locul de lângă aripă. Norii se întind după geamul protector ca un câmp de zăpadă din care vezi doar o fâșie cât te lasă aripa. Nu erau nici înainte urme de pași pe câmp, nici acum nu sunt. Dacă deschizi ușa de urgență, te congelezi ca și înainte, dar nu mai vezi, pentru că nu mai sunt urgențe. Jos de tot, lângă pădure, sub stratul de lumină al zilelor duse, o ploaie de vară trece autostrada și dispare. Și după ce dispare, strălucește încă un pic și dispare. Thank you. Köszönöm szépen. Amikor szokásom szerint közös gondokat szerettem volna, vagy kerestem, szerettem volna találni a két beszélgető partnerem költészetében, művészetében, akkor leginkább nekem az ugrott be elsőként, hogy a szövegeikben a heroizmusnak, a pátosznak, az emelt liraiságnak nyoma sincsen. Tehát mind a ketten valamiféle, azt kell mondjam, hogy brutális, valóság közeli ábrázolásmódból vagy nézőpontból indulnak ki. Kicsit más, hogy tehát, hogy eltérő akcentusokkal. Azt szeretném kérdezni első körben mindkettőjüktől, hogy ez a fajta világlátás, megközelítés, ez a költészet helyzetéből fakad, tehát a líra jelenlegi kontextusában nem lehet szerintetek teltebben, patetikusabban, emeltebben beszélni, vagy pedig abból a helyzetből, amiben létezünk, amiben élünk. Saját dolgaimra vonatkozóan. Hát én például furcsán érzem magam, mert én most azt érzem, hogy ezekben a dolgaimban nekem most pont ez az új elem, a több sok új elem között az egyik, pont ez a pateista, ez a pátosz, amit én érzek magam, és amit kicsit furcsálok is magamon, és nem is biztos, hogy helyes vagy, de azt tudom, hogy ez a mostani állapotokra való reflektálás. Nem pátosznak mondanám, hanem valamiféle szenvedélynek, ami az elesettek, a kirekesztettek, a nyomorultakat érint. Igen, de pont azt gondolom, hogy eddig minden dolgomban volt valami cinizmus, meg valami irónia, és most ez úgy érzem magamon, de talán másokon is, hogy egy kicsit ezt most elfelejtettük, meg, ugye, vagy megszabadultunk tőle, vagy letettük ezt a folytonos iróniát, mert hogy most azt érezzük, vagy én személy szerint azt érzem, hogy akkora nagy baj van, hogy most az ember nem állhat le ironizálni. Állat, hogy néz ezt? Well, this poem is kind of different from everything that I write. It's more abstract, more, I don't know, with essential moves. But it's somehow a metaphysical poem. It's about not feeling in the world. It's like that Gnostic and essentially Christian feeling that the world is not our home. My poetry and my generation's poetry is usually more social, more concrete, and also we don't tolerate irony very much. I mean, not that relaxed, easy irony, not that, I don't know, lounge kind of
irony. We are we started writing this kind of poetry that the critics called dismissive, in a dismissive way, miserabilism, or authenticism, or minimalism, or and it was our idea was to include in our stories the social context and the everything that was made us a general human being, not a special romantic human person. So it was more like a democratization of poetry. Ez a fajta szociális szempont volt az, amit közösnek véltem elsősorban a kettőtök költészetében. A világ munkáiban ezt a haza szempontjából, megközelítése szempontjából úgy látom, és tulajdonképpen ez volna a következő kérdésem, hogy ezek szerint a haza, a nemzet, az otthon fogalma szerinted mai napság csak negatívumok felől megközelíthető, vagy pedig van ennek valamiféle ideális tartalma valahol, csak az ma Magyarországon nem aktuális? Hát én ezt nem gondolom, hogy pozitív, negatív. Van valami, amikkel vannak bajok, de attól még a magával a dolgokkal nincsen baj. Illetve ezt a dolgot magát kellene mindnyájunk valamiféle közösségbe vonni, tehát közösség tenni, vagy az lenne jó, hogyha mindnyájan magunkinak érezhetnénk a hazánkat. Én ezt nagyon fontosnak gondolom, ami a kettőjük munkájában most ide bevonódott ennek a fesztiválnak a kontextusába, hogy tehát nyelvet találni azok helyett, akik nem tudnak beszélni. Tehát a nyelvüket vesztett, kirekesztettek, kisebbségek, bántalmazott nők, hajléktalanok érdekében az irodalomnak újra aktuálissá vált, hogy szavakat találjon helyettük. Ezt jól érzékelem a te általad elmondottakban is, meg nálad is? I don't know if there is a program of doing this. This kind of art, do good art, is not my cup of tea. I mean, I don't write in the name of others. I write for myself, and I have a lot of things to say because. Even if I am not part of a minority, I am part of a community that was outcasted somehow, politically, historically. And I mean, these days I've heard this, most of the writers here said that they feel relaxed with this international identity, that they don't feel like they belong to a nationality or to a which is what should be for everybody. But the fact is that this is a luxury. This is to feel that relaxed, because a lot of people would want to feel like this, but they are reminded constantly that they are not. I mean, a Romanian or a Roma Romanian, mostly, or a whatever, when he goes in Germany or whatever, you know, he is reminded by the system that he is a Romanian and that he's a Roman. And if you are part of the, let's say, privileged part of the world, you can afford to be to choose your identity. So I think that the effect of for immigrants who are rejected in all kinds of ways, or for poor people who are rejected by the world of money and the status, the effect is that they go back to their identity. It's like when you are rejected by a club, you say to yourself, "I don't need that club. I am not a
person, of that kind of person, I am this kind of person, and you start to love your roots maybe too much, and this is the effect of rejection in the a klubot, a Romániát érted a klubban. Well, Romania, like lots of Eastern countries, are living in this limbo place in their place, but also aspiring to Western things. I mean, I grew up with Western ideals and Western. We wanted to be Westerns, and so we live in this ideality thing, and we are always comparing ourselves with that thing. So after 20 years, the effects are, people are becoming disappointed by the Western things that they got, and then they go back to some monstrosities like hard nationalism or far right extremism. And Romania isn't now in that point of disappointment, but it will be soon. I mean, we don't have a real far right movement or nationalistic outbursts or whatever, but we have tendencies. You can see them because we still believe in buying on credit your stuff, and believe in what the West can give us, and our values, our social dynamics are all. We look up to that, to the West, and we also didn't have a real left until the internet came, actually, because our intelligentsia was rejecting everything that was leftist. So egy kérdés még mindehhez, hogy mennyire virtuális tér és mennyire érhető közeg a te nemzedéked számára ez az ország, amelynek tulajdonképpen ti már a Ceausescu-éra utáni időszakában szocializálódtatok, tehát nincsenek csak gyerekként közvetlen érzi élményeitek a diktatúra. Well, I lived only in that time, and I must say was a good time for me, except all those things like we didn't have television, electricity and all that. It was cold in the winter, but there was this kind of stability and all that. And after the revolution, there was this huge wave of, we've seen our fathers getting depressed, losing their jobs, losing their meaning, their everything, which some of them were fake jobs, they were just pretending to do something. But it was this instability, this sense of this permanent instability, and this is all the 90s were like this, everything changed all the time, and that's why some say that we cannot have novels, real novels, because you need a stable society to have a novel. So if I read the novel from the 90s, I have to make research to understand some things. Szorosan ide tartozik, amit Virág műveiben olvashatunk folyamatosan, hogy ugye az idegenség, az idegenség az nem feltétlenül a hazán kívüliségre vonatkozik, hanem épp úgy lehet a te műveidben egy idegen, egy és jött ment egy este magyar az országán belül. Tehát, hogy olyan fokú újra definiálásra szükséges, vagy aktuális megint a te művészeted állítása szerint, amin azt hittünk, hogy túl vagyunk már. Ezt mennyire tartod a személyes lelkiismereti ügyednek, és mennyire tartod ezt az írói pályád ügyének, tehát hogy szavakat találja az esetben. Hát ez érdekes az idő. Szóval azt érzem, mintha ezzel az egész témával, mint a haza témájának előkerülése, az valahogy pont két évtizedet itt elkésett. Tehát az a furcsa, hogy ez most tényleg
ebben az ennek az évnek a hozadéka valahogy ez a téma itt Magyarországon. Közben meg az embernek az az érzése, hogy kibaradt 20 évvel ezelőtt egy ilyen számvetés, hogy akkor most visszakaptuk a hazánkat, és akkor most hogy le kellett volna veszegülni és átgondolni, hogy akkor most mit kezdjünk vele úgy, hogy akkor abban mindenkinek jó legyen. Azt érzem, hogy itt ugyanúgy történt velünk a rendszerváltás utáni 20 év, ugyanúgy megtörtént velünk, mint ahogy az előző bizonyos 40 év, anélkül, hogy igazából egyáltalán csak azt tudtuk volna, hogy pontosan most mi ami zajlik, most honnan, hová akarunk eljutni. És valószínűleg ebből származik egy csomó dolog, hogy az emberek ugyanolyan csalódottsággal nyilván, mint Romániában ott állnak, és egyszerűen össze vannak zavarodva, és egy csomó dolgot, csomó ilyen furcsa szélsőségességet is lehet egy kicsit ezzel is magyarázni, hogy amikor ez ember nagyon nem ért semmit, akkor beáll a legegyszerűbb jelszavakat pofogtató csapatnak az elszállja alá, és akkor reméli, nem is az a fontos, hogy ez vagy azt, hanem hogy valahogy annak a reménye van benne, hogy akkor most ő látja, hogy most ez a baj, és akkor most ezzel lehet megoldani. Mert hogy mondom, ez a teljes zavarodottság szakadt ránk. Az irodalom szerepét illetően ebben a történetben tud szerinted segíteni? Tehát újra beszéltünk az irodalom szerepének egyfajta olyan társadalmi vagy közéleti étoszáról, vagy feladatáról, ami ezen a helyzetben bármi nemű hatással bír lenni az ország mentális állapotát illetően? Hát szerintem pont ez, amit az elején mondtál, hogy azoknak hangot adni, akiknek a hangja nem igazán ér el hozzánk, és akkor ilyen módon bevonni mindazokat, akiknek az a közösségébe tartozóknak gondolunk, úgy egyébként, mert nagyon szeretjük a népet, csak közben igazából nem tudjuk, hogy mi zajlik 200 kilométerre tőlünk. Úgyhogy veszek ez a dolga a következő. Ami a világ versenyben engem nagyon foglalkoztat és meg is kap, megragad régóta, az ez a fajta felelősségvállalásnak vagy a személyes téteknek a szenvedélyessége, hogy tehát hagytuk, hogy így legyen, és mindenkinek a maga helyén, a maga szakmájában és privát életében ennek felelőssége és szerepe van, hogy milyenné formálódik egy haza, és ennek most jelenleg te vagy a magyar irodalomban az egyik ébren tartója ennek a gondolatnak. Azt szeretném kérdezni, hogy tele van a költészeted, az elutazás, a térkép, az elmenésnek a motívumaival, és hát nagyon sokat foglalkoztál a beat költőkkel, kerülakkal, borosszal és másokkal is fordításokban, ugye az útonlevés, az elmenés, el kell ahhoz menni, hogy visszataláljon az ember a hazájához? Ezt üzeni nekem ez a mentalitás. When I was young, like I said, I dreamed about West, and then I, starting at 28, I started to visit a lot of places. And then I kind of idealized all this, and it's you have to do this to go through this process of de-idealizing everything, and then going back to some. I mean, I believe now in that old thing that you have to gain the respect of your community, and you have to write for your community, and if something happens outside that, very good for you, but that's not the idea. I mean, that's that way of approaching art as selling it to the West, like exploiting exoticism, Easternism and all that. It's not for me. I mean, it's not actually not even this social thing is not my first priority, and I don't think any creator has this in mind. I mean, it's just the creative impulse and your personal things, your love,
the fact that you are born and I'm gonna die and that everything passes and it's strange and it's that's what we are obsessed with, but we have to sell ourselves and pretending to be socially aware is one of the ways now. I mean, you have to talk like a grown-up and pretend that you understand all these dynamic social things, and but actually you are just an artist, basically. You are someone who makes art, first of all, and then makes sociology and philosophy and politology and all that. But I know that you cannot go back. I mean, this is modern literature. You cannot go back to that naive and way of writing. But that's our nostalgia, actually. We would like to write as nothing happened. Az merült föl, miközben hallgattalak így a beszélgetésünk vége felé, hogy mennyire van neked, mennyire fontos a nemzetközi identitásod, az európaiságod és a román identitásod, és ezt mondjuk is megkérdezni. Dubrovka Ogresic said, I grew up also with American movies and with music, American music and British music, and 80% of my culture and it's coming from there. I mean, when I was in United States for the first time, I had this weird feeling of going inside the movies and behind them. So it's a mixture of all that. And I don't know what's Romanian, typically Romanian words. This is a discussion, like the 90s were filled with this discussion, what's Romanian, what's the Romanian mentality, what's the Romanian soul and all that. But we were making fun of that, actually. It wasn't something real. I can talk with somebody from Australia or whatever, from Asia, about Kurt Cobain or whatever, and feel more connected than with my neighbor back home. Tehát akkor virtuális tér a haza, yeah. Tulajdonképpen. Van a kérdés, nem is nagyon gondolkodtam ezen, amikor külföldön voltam hosszabb időket is, de én mindig úgy ilyen kívülállóként, tehát én ott is úgy, másnak a révén kerültem ki, hogy ilyen anyukák szoktak a férjük révén, és akkor úgy igazán nem semmiféle valós kapcsolatot nem alakítottam ki. Úgyhogy én, de viszont magyarként sem érzem azt, hogy én most feltétlenül a magyarságom ból beszélnék, akár csak ezekben a furcsa versekben, amik csak egy kicsit egy pillanatra visszakapcsolva olyan furcsa számomra, hogy ez mint hogy ilyen szemrehányás is lett volna, és ezen igazából én is gondolkodom, hogy van ez, hogy mennyire lehet szociológus egy költő, de azt is gondolom, hogy az, ami mindenképpen számolik, hogy most milyen kontextusban vagyunk, és hogy itt most ebben a pillanatban a világnak ezen a pontján ez a speciális helyzet alakult ki, akkor az lenne a furcsa, vagy az a nem, helytelen, hogyha az ember nem kivonná magát ezekből a dolgokból. És az a fontos, hogy az én, amit az előbb mondtál is, ez a személyes indulat. Tehát, hogyha ez én személyes indulat, taimat, ezzel kapcsolatos indulataimat akarom elmondani, akkor ez ugyanúgy lehet hitelesen, azt remélem, vers megtárgya, mint bármiféle vers. Sure, because at some point you realize that what's the border between social and personal, it's kind of blurry and all that, but somehow there is an individuality, a very strong individuality that transcends all that social determinants and all that. And it's the, I don't know, Heideggerian individuality.
duality, the one that being in front of death. Hát nagyon fontos beszélgetés volt ez, azt gondolom abból a szempontból, hogy ez a szempont még ilyen élesen nem jött be ebbe a fesztiválba. A kisebbségek kirekesztettek, elesettek haza fogalma, vagy a hozzájuk köthető haza fogalom, tehát a kirekesztettek hazája, van-e nekik hazájuk, vagy létezhet egy virtuális haza számukra, és köszönöm szépen!